Nézze csak, kapott egy gyönyörű szép fagyasztót, egy mosógépet. Jaj, de jó, a mosógép már olyan, hogy téglából van alul kitámasztva. Most már nem kell téglával. Többek között hűtő, mosógép érkezik ehhez a nehéz körülmények között élő tolnai családhoz. A négy tagú háztartásban a szülők már nyugdíjasok, a két fiúk is velük él, ők egészségügyi problémáik miatt pedig rokkant nyugdíjasok. Cinder Sándorné úgy fogalmaz, a számlákra épp hogy elég a havonta befolyó pénz, nincs már, aki segíteni tudna nekik. Előfordult, hogy az édesanyja a kukákban keresett ennivalót. Napról napra élnek, a túlélésért küzdenek. Nagyon hálás annak a zombai családnak, akik már második alkalommal szerveztek adománygyűjtést nekik. Csodálatos, Isten adománya, meg a hölgyeké, uraké, akik vannak, akik hát jó, meg is engedhetik, de van is rá, hogy mondjam nekik, szívük hozzá, hogy kisegítik a rászorulókat. Hoztam egy kis maróst is, cimbermélnéknek, kaptunk meg szalámit, meg kis sült oldalas, vagy a kávé. Rizs, kávé, marhahús. A háztartási gépek mellett egy nagy zacskó élelmiszert is hozott a zombai család. Manner Tiborné, Tóth Éva azt mondja, tavaly karácsonykor szerveztek először adománygyűjtést, amivel 13 rászoruló családnak szereztek örömet. A családanya szegény körülmények között nőtt fel, gyakran éhezett. Azonban jóra fordult sorsa, és úgy érezte, segítenie kell. Férje mindenben támogatja. Onnan jött ez az ötlet, hogy ennyi mindent kaptunk, az okkal van, akkor próbáljuk meg adományt gyűjteni másoknak is, és segítsünk másoknak is. És akkor én körülbelül ilyen megközelítőleg 50 ezer forint értékbe tudtunk családokhoz kivinni adományt, ahol még ma is kaptunk visszajelzést, hogy még ma is van a listből is, úgyhogy azért, na, sikerült. Manner Tiborné szerint azok tudnak igazán azonosulni a nehéz sorsú családokkal, akik hasonló körülmények közül jönnek. Húsvétkor is szeretnének segíteni, ezúttal 20 rászoruló családnak.